Ha olcsó és megbízható helyről szeretnél zsetont vásárolni, válaszd a fifacoin.com weboldalát, és használd az Eflehel kuponkódot 5% kedvezményért. Keressük meg a magyar válogatottat, illetve a Velszi csapatot, azt mondja, hogy és akkor Velszen fogunk játszani. Valószínűleg mi ugyebár idegenben fogunk játszani a Velsziek ellen, úgyhogy nekünk marad majd a fehér mez, a Velsziek pedig ezzel a piros szerelésükkel fognak pályára lépni. Nézzük meg azért a kezdőcsapatot, hiszen itt sok játékos ki fog maradni. Ugyebár Orbán, Vili Orbán nem fog játszani, mivel sérüléssel küszködik. Helyette elég valószínű, hogy most pont a csapatban nincsen, úgyhogy őt most nem fogjuk berakni. Helyette Szalai fog játszani, nem a csatár Szalai, hanem ez egy másik Szalai. És akkor talán így fog felállni majd a csapat. Dibusz ugyebár a cserepadon van, Vargát fogjuk ide felrakni a cserék közé. Úgy. És ide fogjuk rakni Nagy Ádámot. És akkor a magyar válogatott labdáját útjára indítja, és elindul a mérkőzés. A hátvéd sorban Vili Orbán, és már Nagy Ádámnál a labda. Sallai, Nagy Ádám. Nézzük tovább, hogyan alakul majd ki a támadás. Nagy Ádám kapja vissza, és már Kovács Istvánnál a labda, Szoboszlainál a labda. Rávezeti egy az egybe a védőjére, de Szoboszlait most kiugratják. Szoboszlai még mindig ott a 16-os szélén, nem tud beadni. Ott van még a labda, lepattan, és már a Velszieknél a labda. Gerard Bale is a pályán mindeközben, mint ahogy majd a valódi életben nem fogott lenni a pályán. Barát Boton zavarja a védelmet, illetve hát egyben a támadást is. Szoboszlai. Lovrencsics. Szoboszlainál a labda ismét. Szoboszlai megpróbálja a szélen indítani Lovrencsicset, de ez Lovrencsicsnek egy les. Úgyhogy valószínűleg így már a Velszi válogatott fog jönni. Hát itt nagyon azért nincs is, amiért elemezzük ezt a helyzetet. Ez egyértelmű les. Ugyebár az előző Európa-bajnokságon Velsz nagyon-nagyon szépen menetelt, aztán a portugáloknak nem okozott gondot legyőzni, és egy nagyon szép lövés a magyar oldalról, Kovács István lába lendült el, és nagyon-nagyon veszélyes helyzetbe juttatta a válogatottat. Ott a kapus már nem nagyon tudott volna mit csinálni, de hogyha talán a léc alá ment volna a labda, akkor még bele tudott volna pöckölni. Hát joggal mérges a kis magyar. Az összes magyar szurkoló lábra áll, és hát itt már megy a mexikói hullám, nem tudom, hogy miért. Lehet, ők már érzik a gólt. Ez egy nagyon-nagyon szép momentum a mai mérkőzésnek. Dzsuzsák Balázs a labda mögött jön a szöglet. Jól kanyarodik. Lepattan Barát Botond elé. És hát a második hullámban érkező játékosunk, a 24-es számú Lovrencsics Gergő nem nagyon találta el ezt a labdát. Nagyon szépen jön előre a labda. Bocsánat, az előbb nem Lovrencsics volt, hanem szerintem valamelyik középpályásunk. Szoboszlai, Nagy Ádám kaphatná, de ez nagyon-nagyon rövid volt. Joey ellenél a labda. Ugyebár a döntetlen nem elfogadható eredmény. Egyáltalán nem. Barát Botont nagyon-nagyon szépen elveszi a labdát, de egy eléggé hanyag módszert választott a labda eltávolítására. Aaron Ramsey, most ugyebár ő a Juventusban Cristiano Ronaldónak a csapattársa. Kapja is vissza Ramsey. Ő korábban az Arsenal játékosa is volt, de jelenleg az olasz labdarúgó bajnokságban játszik. Gerard Bale, az egy nagyon szép labda. Aaron Ramsey. Az egy jó indítás is lehet, és egy 11-es. Vili Orbán nagyon csúnyán mozdult rá, és villan is a piros lap. Hát, 10 játékossal és egy 11-essel. Hát, szerintem most itt becsuktuk magunk mögött az ajtót. Illetve magunk előtt is. Egy az egyben. A 11-es pedig vagy Ramsey,
Vagy Gerard Bale. Igen, Gerard Bale a labda mögött. Nézzük, hogy mi lesz ebből a 11-esből, és Gulácsi megfogja! Gulácsi megmenti a magyar válogatottat. 38. percben Gerard Bale nagyon szépen lövi el a 11-est, de Gulácsi nyújtózkodik és odaért. Egyetlen egy perc választ el az első félidő vége előtt. Nyilván lesz egy kis hosszabbítás, de nem hiszem, hogy olyan hosszúra nyúlna az első félidő. Most már tényleg csak percek kérdése és vége az első játék résznek. Ashley Williams. Joy ellennek egy jó labda, és az ott egy nagyon szép kiugratás. Ramsey. Szerencsére a lövés az nem úgy sikerült, ahogy ő akarta. Aaron Ramsey lövése nem írt gólt. Ennyi volt az első félidő. Szerintem van itt, amit megbeszélni majd az öltözőben. Gerard Bale a képernyőn, aki ugyebár elrontott egy 11-est, itt pedig Szalai Ádám, akinek volt azért próbálkozása, de a második félidőben mindenki fog derülni az, hogy bejutunk-e az Európa-bajnokságra, avagy sem. Innen folytatjuk. Folytatódik az Európa-bajnokság selejtező mérkőzése, Wales és Magyarország összecsapását láthatják a kedves nézők. Szalai pedig már rögtön labdát is szerez, bocsánat, nem Szalai, Sallai. Szóval, az első félidőben 5 kapura lövése volt a magyar válogatottnak, míg a Walesi válogatottnak 2, de azért sokkal veszélyesebb volt Wales, mint a mi válogatottunk. Korhut pedig jött egy bedobással, majdnem a az öltözőből dobja be, picit közelebb léphetett volna vonalhoz. Barát Boton passza Kovács István felé. Nagy. Nagyon szép, Szalai, Nagy Ádám kapja vissza, Nagy Ádám forgolódik, Sallai, Nagy Ádám, Korhut, Nagy Ádám kapja vissza. Az egy nagyon rossz passz, és így ki is fog jönni a Walesi válogatott, elég valószínű, de nem. Nagy Ádám megszerzi, nagyon jó helyen, Sallai, azt a minden ide közel volt. Sallai! Hát egy picit, hogyha le tudja szorítani azt a lávat, akkor egy nagyon-nagyon kevéssel ment a léc fölé. Megszerezzük a labdát. Szalai, Kleinhäusler, Szoboszlai volt ott a labda útja. Megint Nagy Ádám, és innen most már Wales megpróbál kontrát vezetni. Szerencsére ezt a labdát begyűjtjük. Nagyon jó, Kleinhäusler. Az egy nagyon szép labda. Lacikán be kell rúgni, mellé megy. Hát, ez egy szép próbálkozás volt, de ennél azért erősebb lövést vártam volna Kleinhäuslertől. És már jönnek is a játékosok, Dzsudzsák pedig készül a szöglet elvégzéséhez. Na Balázs, egy nagyon szép középre adott labda kellene. Jól kanyarodik szépen, de kivédekezik a Walesi játékosok. James a labdával, Barát pedig egy picit megzavarodik. Az jó labda, Kleinhäusler, Dzsudzsák. Szép, Lovrencsics még mindig a labdával, de elveszíti. Ez viszont egy bedobás, 81. már lassan a 82. percnél tartunk. És az állás még mindig döntetlen. Könyörgöm, ne hazadobjuk. Kleinhäusler. Na, valakinek le kellene passzolni, úgyis jó. Varga. Vargánál a labda, nem szabad elsietni. Szalai tudja, hogy nem szabad elsietni, és elveszíti. Hát, Szalai Ádám. Ez most nem úgy megy, mint a 16-os VB-n, illetve a 16-os EB-n. Gerard Bale, és Gerard Bale-től megszerezzük a labdát. Gulácsi, és a mérkőzés itt ér véget. 0-0 az eredmény. Sajnos ez egyik válogatottnak sem a legjobb, viszont hát a magyar válogatottnak egyáltalán, hiszen... Na szóval srácok, ennyi lett volna ez a mérkőzés, remélem, hogy élveztétek az én kommentálásomban. Hogyha szeretnétek még hasonló videót, akkor nyugodtan írjátok le kommentbe. Ez nem senkinek az utánzása, mert most tudja, hogy a kommentek 80%-a az lesz, hogy miért utánzod Nessai-t. Ezt már régen határoztam, hogy ezt a mérkőzést így szeretném nektek felvenni. Remélhetőleg jól sikerült, valószínűleg
lesz benne vágás, nem lesz az elejtől végig benne minden, mert azért elég hosszú lenne, hanem arra gondoltam, hogy tippeljétek meg itt a kommentben, hogy mik lesznek az eredmények, és nagyon-nagyon szurkoljatok a srácoknak, hogy legyen magyar győzelem Cardiffban, mert akkor a Puskás Arénában 100% hogy lesz magyar Európa-bajnokság mérkőzés magyar válogatottal, ami nagyon-nagyon fontos. És találkozunk a legközelebbi videóban, ez valószínűleg kedden megy ki majd a meccs előtt, szóval ilyen délután a meccs napján, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk, én Lehel voltam, és sziasztok!